Én vagyok a híres egyfejű, a nevem is ennyi, csak Süsű. De én egyiket se bánom, egyfejűként élem a világom. Vidám lelkem senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi. Senki, senki itt a világon. Mi is az? Én titkos nagy álmom, jaj! Jaj! Kitagadott az a jó apám, azóta vándorlok úgy bizán. Befogadnak majd az emberek, egyik szeret, másik meg remek. Mi a manó? Nagy szeretettel köszöntök minden vendéget, aki itt van Szárszón a mai napon. Reméljük, hogy egész héten találkozunk itt a Sárkány Fesztivál idején. Nagy öröm számunkra, hogy itt van a szerző, Csukás Pista bácsi. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Én úgy gondolom, hogy minden együtt van. Az örömhöz itt vagytok ti, itt vannak a bábfigurák, itt van Süsű, és itt vagyok én is. Úgyhogy sok-sok öröm és vidámpercet, örömmel teli és vidámpercet kívánok mindenkinek a 7. Sárkány Fesztiválon. Afrikából harcúr a gombóc is radírfók, ha én nem radíroz, aztán tódor a settenkedő, mesélni sorra jönnek elő. És amikor megérkeznek, csak mesélnek, mesekednek, nem maradsz, szomorú tese, felvidít a sok csukás mese. Mert útjára kél maga méri, míg a fagylaltát maga méri, meg a lesből támadó ruhaszárító kötél. Végül Süsű az egyfejű, aki mégis olyan nagyszerű, átölel, hogy a barátja legyél. Apostásnak kék az ég, olyan, mint a boríték. A kék égre arany nap, mint a bélyeg úgy tapad. Eshet eső, fújhat szél, kézbe sítve a levél. Eshet eső, fújhat szél, kézbe sítve a levél. Express levél ajánlott, tudunk minden házszámot. Távirat és képes lap, elindulunk minden nap. Eshet eső, fúj a cél, kézbe sítve a levél. Eshet eső, fúj a cél, kézbe sítve a levél. Zöld az arca, zöld a nyelve, a cukros húst minden nyelte. Mint a dob feszül a hasa, olyan, mint egy török basa. Nézzétek csak meg, de jól áll! Pezomált Feliciát! Oda nézzetek! Mindjárt hasmerést kaposok! Gyere ide, randa macska! Megtalássalak még egyszer a voltát, a megintetek csütiben! Volt egyszer egy költő kutya, aki nem volt gyáva, múja. Nem ijedt meg senkitől se, így lett ő a szakma hőse. Nézzétek csak meg, de jól áll! Milyen ez a Felicián! Van kettő remek beszabott gyermek, aki verseket szokott írni. Igazi ez! Majd igen! Jó van akkor! Na nézzük csak! Most pedig avatunk! Kutyánszki Kázmér Író Szövetség legújabb tagja! Kruk Cintia! Gratulálok! Kapcsoljunk a Cintián! Fú!
Bartul Zoe! Gyertek ide! Azaz! Kérjük szépen még egy jó nagy tapsütendet a két brahúros versíróra! Nagyszerű brahú! Aztán az alkalmat Csukás Pista bácsinak is átadnék azért egy nagyon finom innivalót, hogy ebéd után majd nézze meg. Gratulálok! Itt van a Csukás Színház teherautója az összes mesehőssel. Az első teherautón vár benneteket Süsü, a herceg, a királylány, Sebaj Tóbiás, a nagy hohohorgász halacskája, Mátyás király, TV Maci és a szegény kis gyufárus kislány. Aztán itt van a következő teherautó, ahol itt van Herkules, itt van Szörnyen Ladefrász, Aladin és Jászmin hercegnő. És a következő teherautón itt van Óz, a csodák csodája, szalma ember, bádog ember, oroszlán, Doroti és a boszorkány. Egy ismeret, azt nézem, hol segíthetek. Karom erős, szívem vidám, nincs is többi király titán. Emis sírás, a mozzánat, ott termek, s a könyvvel szárad. Mosoly nyílik, és ta fakad, búvaj, bánat messze szalad. Mire vársz még, indulj már! Fiú, megkérdezd, de miért van itt, mit is vársz? Hogy a lány, mindent akarok én! Kell nekem a pénz, ha Jézus nálad maradok én! Egy csodás fényben küldöl, álom gyönyörű szép!
a Jurosi Gyermek Folkor Együttest látjuk. Ők Mihálovcéből érkeztek, vagyis magyarul Nagy Mihály. Szintén város Szlovákiában, a zempléni rész szlovákiai részének központjában fekszik, Kassától 54 kilométerre. 2006-ban alapították a jelenlegi vezetők, Péter és Márta Cicák. A Sárkányfesztivál harmadik napján egy különleges műsort mutatunk be a közönségnek. Mi is ez? Ez egy interaktív bűvész műsor lesz, nem csak kicsiknek, hanem felnőtteknek is egyaránt. Miről fognak szólni ezek a produkciók? Hát lesznek klasszikus bűvész mutatványok, mint például a kötél is előkerül, vagy kendők. Színes, látványos kellékekből van összeállítva a műsorom, úgyhogy nem jól fognak szórakozni. Megkérdezhetem, hogy mióta foglalkozik ezzel a gyerekek és mindenki által csodált művészeti ággal? Én már 14 éve foglalkozom ezzel, 17 évesen kezdtem, úgyhogy nem ma. Családi hagyomány, vagy honnan lett az érdeklődés? Honnan jött? Én tévében láttam David Copperfieldet, és utána tetszett meg nekem ez a műfaj, ez a művészet, és akkor elhatároztam, hogy én ezt szeretném csinálni, és hát így maradtam, valóban sikerül. Önszorgalom, vagy iskolában lehetett ezt megtanulni, volt-e tanítómester, vagy kitől lopta el a trükköket? Igen, volt egy tanítómesterem, de én bűvészklubban tanultam 2 évig az alapokat. Moltis Gyulának hívják a mesteremet, és utána az alapok után elkezdtem autodidakta módon folytatni, és még ez egy olyan szakma, amit életünk végéig tanulunk, tehát mindig van új trükk, és azt azóta így magamat fejlesztem. Sikerült-e új trükköt kitalálni, amit nem a mestertől vagy a többiektől tanult el? Igen, vannak már saját trükkjeim, saját úgymond rutinjaim, ugye ez a trükköket hívják így, tehát egy komplet trükköré, egy komplet rutin társul, hogy hogyan kell ezt a mutatványt csinálni, milyen titkos fogások vannak esetleg, úgyhogy vannak sajátjaim, igen. Hol lép fel ezzel a műsorral, hol látható? A mai napon kívül?
Hát igazából ahova hívnak, úgyhogy gyerekrendezvényektől kezdve a felnőtt céges rendezvényeken át, illetve van egy formációnk is, a három szemfényvesztő például, ahol három különböző karakter bűvészkedik. Most ugye nyálunk is nyári szünet van, de ősztől aktívan fogunk serénykedni mi is. Sok sikert kívánok a továbbiakban is. Köszönöm szépen, igyekszem elvarázsolni a közönsége. Nem baj, dobd le. Megörnyít a pirisége, kikészülök, mire vége, farkasként én megeszem ebédre. Megörnyít a pirisége, kikészülök, mire vége, farkasként én megeszem ebédre. Megörnyít a pirisége, kikészülök, mire vége, farkasként én megeszem ebédre. Megörnyít a pirisége, kikészülök, mire vége, farkasként én megeszem ebédre. Átugrottam egy katicát! Hoppá! Hangya! Hangya futam! Indul! Vigyázz! Kész! Rajt! Ki vagy te? Aki te vagy? Ó, tőlem nem kell félned, Iluska! Én a te védelmeződ vagyok, a farkas! Én nem Iluska vagyok, hanem Piroska! Ja, Piroska, Piroska, bocsánat! Én pedig egy aranyos, cuki-muki, tündi-bündi, édi-bédi farkaska vagyok, aki a légynek sem tudna ártani. Bármit is állítanak rólam a gyerekek. Kedves Robi, túl vagyunk egy fantasztikus koncerten. Nemrég ért véget a Budapest Bár. Sokadik koncertjeid Balatonszárszón, hiszen már hazajártok. Hogy érzitek magatokat? Fantasztikusan. Az a különleges itt Szárszóban, hogy felmegyünk a színpadra, és rögtön olyan szeretetet érzünk, olyan tapsvihar van. Nagyon nagy örömmel látnak itt minket, és tényleg olyan, mintha hazajárnánk. Úgyhogy már sok éve visszajáró vendégek vagyunk, és egyszerűen fantasztikus. Hát az utolsó számokra állva tapsolt a közönség, és olyan szeretettel, olyan kedvességgel vannak irántunk, ami egészen megható számunkra. Mivel készültetek erre a mai balatonszárszói koncertre? Hát nagyon sok vidám dalt szerettünk volna elhozni, és reméljük, hogy ez sikerült is, hisz ilyenkor nyáron ilyen felszabadult az ember, sok vidám szám, kellemes szórakozás, és a repertoár is úgy állítottuk össze, hogy sokszínű legyen. A régi nagy kedvencek is, ugye a 20-as, 30-as évek dalait is játszottuk, ilyen akár a Szívembe bomba van, de a modernebb dalokból is hoztunk, amit nagyon jól fogadott a közönség, és látom, hogy nagyon élvezik ezt a sokszínűséget. 2007-ben alakult a zenekar, és idén leszünk 10 évesek, egészen pontosan december 19-én, és hát meg nem tudom számolni, hogy hány koncertet adtunk, és egyszerűen
olyan jó közönség, annyira szeretik, és imádunk. Az nagyon különleges és csodálatos. Azért ilyen melegben azért játszani, azért elfáradunk, és még a színpadon a reflektor az még jobban rátesz erre a nyári melegre. De egyszerűen azt érezzük, hogy kifáradhatatlanak vagyunk, hisz olyan szeretetet kapunk a közönségtől, és olyan fantasztikus érzés játszani. Hát a 10 évesek vagyunk, és idén kiadtunk már egy albumot, egy válogatás lemezt, ami 30 számot tartalmaz, egy dupla album, hisz már nagyon érdeklődtek, hogy ilyen Best of Budapest Bár válogatást szeretnének, úgyhogy ezeknek a kedves rajongóknak is kedveskedtünk, de nem tétlenkedünk, hisz egész augusztusban próbálunk, sok koncert mellett, és szeptemberben készül az új album, ahol a 11 Budapest Báros énekesen kívül még lesz 2 vendégművészünk is, és új dalokat is érnek, például Másik János, és Presser Gábor is tiszteletét teszi a zenekarban, aminek nagyon örülök, hogy ez a 2 emblematikus figura is csatlakozik a Budapest Bárhoz. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy jó muzsikálni. És hol lesz ez a nagy koncert? Több nagy koncertünk lesz. Ugye a Park volt az első, 10 nagy koncertet szervezünk. 10 különleges vendéggel, de vendégünk lesz még. Lesz majd Tihanyban is koncertünk, lesz a Kongresszusi Központban, lesz a Katona József Színházban, nagyon sok helyszín lesz. Velünk lesz még Jordán Adél, Ónodi Eszter, Keresztes Tamás, Udvaros Dorottya, úgyhogy nagyon sok fantasztikus művésszel találkozhat majd a közönség a Budapest Báron keresztül is. Hogy látod, hogy mi a zenekar titka, és milyen terveitek vannak ezt követően? Az a tervünk, hogy továbbra is szeretnénk a közönséget szórakoztatni évről évre. Szinte minden évben megjelentetünk újabb albumot, és rengeteg ötletünk van, hogy milyen számokat lehet feldolgozni, és az, hogy az is nagyon érdekel, hogy új dalok szülessenek, hisz a számukra nagyon fontos, hogy ne csak a régmúltból táplálkozzunk, hanem szülessenek erre a zenekarra újabb és újabb dalok. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, ami a dolgunk is, a feladatunk, hogy muzsikálunk. Közösen születnek a feldolgozások, ki dönti el? Nagyon izgalmas, hiszen a 10 év alatt már minden megtörtént. Volt, hogy én ajánlottam az énekeseknek, volt, hogy egymásnak ajánlottak dalokat, és amikor a stúdió, vagyis amikor a próbateremben vagyunk, akkor megnézzük, hogy hogyan is lehet újra hangszerelni a dalokat úgy, hogy az izgalmas legyen. Mindig nagyon fontos számunkra a hangulata a dalnak, a szöveg centrikusak is vagyunk, hogy miről szól a dal, és hogy ilyen kellemes legyen az emberi fő számára. Ez nekünk nagyon fontos, hisz ettől lesz szórakoztató, és ettől lesz ilyen önfeledt szórakozása egy Budapest Bár koncert. Köszönöm szépen a beszélgetést, szívből gratulálok, és további sok sikert kívánok ehhez a fantasztikus 10 évhez, és még, hát nem 10-et, hanem még 5-ször legalább, vagy a végtelenségig kívánom az együttlétet. Nagyon szépen köszönjük, és már alig várjuk, hogy újra szárszól legyünk, és csodálatos közönség vár itt minket. Nagyon szépen köszönöm. Van messzi táj, ez Colorado, itt könnyen forr a vér. A föld arany, de Colorado, az élet egy pazót sem ér. És éjjel ott a fő, a kártyarum s a nő, inni kell, inni jó. De villamost a kult, a sávot fönt a hold, s az útok azt a jögő felnyerik a ló. A Grand Canyon, a Colorado, ma már regékben él, ám ha jő, az este Colorado furcsa árnyakról mesél. Grand Canyon, Colorado, Grand Canyon, Balaton szárszó, Grand Canyon. Csalók a földje furcsa árnyakról mesél. Sure.
Balatonra egy hétre jöttem, hogy vitollázzak, s napozzak közben. Mikor egy nő ült römizni mellém, ez történt lellém. Kék volt az égbolt, a nő oly szép volt, viszont a Joker nálam sosem volt. Kopogott folyton, csak nézett szendén, ez történt lellém. Mások táncolni mentek, oly lágyan szólt a jazz. Partnerem így szól hozzám, parti után majd boldog lesz egy álló héten. Römizett vélem, elnyertő mindent, az órám s a pénzem, és aztán eltűnt szótlanul szendén, ez történt lelé. Szüntelen verseken jár az eszem, s magamtól én naponta kértem. Szeret vagy nem szeret, s mi erre a felelet? Töprengek, amíg belefájdul a fejem. Kacsika! S mert folyton csak fogyok, jönnek az orvosok egymás után. Ki mondja, száz lelet, veszélyes szívbeteg, de ezen nem segít az orvos tudomány. Jaj nekem, de nagy a veszedelem, a szívem rejtek én. Azt hiszem, halálos nagy szerelem az, amit érzek én. Szüntelen verseken jár az eszem, s magamtól én naponta kérdem. Szeret vagy nem szeret, s mi erre a felelet? Ha talán ma még nem, de holnap már. Cha-cha-cha! Senki több se tél. Álló
felragyog a fény. Táncra perdülünk ezt így, ha megvan már a sütemény. Együtt megenni velünk nagyon nagy élmény. Az íze úgy elragadott, hogy most a székbe tapadott. Majd szolgatjuk az édességet. Emelkedik már a vérmérséklet. Elmajszolunk egy édes órát. A csoda vár rád, mesevilág. Nem kell több gyötrelem, sóhaj, ábránc. Igenek a nemek, tudjuk jól, hogy mi a bajod. Tested, lelked remek, akkor is, ha nem akarod. Oh, nem! Mégis benne terem meg a boldogság. Szerelem, ehő vágy. Sülök versenyt szállni a széllel. Szőnyegünkön ma éjjel utunk. Meséken visz át egy új élmény. Suhantán felleg réteken. Csillagot szorít fenn a végtelen. Mert végre itt vagy velem. Egy új élmény, a látvány már elandalít. Kettesben szebb a táj, és nincs határ. Az véled mindig száz új élmény vár. Véled mindig száz új élmény vár. Könnyű szárnyakon szállsz. Szörnyel a defrán! Elég korán ézel, már kiráz a láz. Még az is jobb, ha sötét évet látsz. Szörnyel a defrász. Szörnyel a defrász. Szörnyel a defrász. Megfagy a véred, ha mosolyog rád. Mint gyilkos pók, ki áldozatra vár. Szörnyel a defrász. Ha azt hiszed, hogy én vagyok az ördög, de később, hogy ha már magadhoz érsz. Olyan gyorsan olvad el a fényben.
nem buta vagyok, fejemben íz nem ragyog, az életem sivár. Sajna ilyen üres fejjel ember rá gondolni sem mer, hogy rám milyen észvész vár. Ó, jaj, az ész megáll, az élet úgy elszáll, mint egy csattogva suhanó gőz mozdony. Ez egy észvész, fel sem fogom. Addig ez csak bátor álom, mégiscsak, és arra vágyom, hogy egy társam már legyen. Egyszer boldog leszek, akkor boldog leszek, nincs amit dobom. Metronom se tudja, milyen rossz volna az útja, ha pálca nem mozog. Ha az érettségi megvolt, irány Harvard, Oxford, tudás professzori, én vagyok a jó királyfi. Könnyű engem megtalálni. Itt vagyok, és amott vagyok, hol nagyok a gondok s bajok. Erdőmező hegyismerek, azt nézem, hol segíthetek. Karom erős, szívem vidám, nincs is több királyfitán. E mit sírás, amott fáradt, ott termek, s a könyv felszárad. Mosoly nyílik, dal fakad, búvaj, bánat messze szalad. És erőről, ha-ha-ha-ha-ha, ez lenne a konga, he-he-he-he-he-he, neves hát kedvedre, ha-ha-ha-ha-ha, ez lenne a konga, he-he-he-he-he-he, neves hát kedvedre, ha-ha-ha-ha-ha-ha, ez lenne a konga, nem szólunk hát semmiről, nem lehet baj semmiből, ez bizony jó volt, konga! De finom a vadkör, de más nevén a vackor. Eszegetem reggel, délben és délután hatkor. Húsajokban leves forran, harag gyorsan akkor. Szádban marad a vadkör, de más nevén a vackor. Hú, de finom a vadkör, de más nevén a vackor.
egy katona, puskára volt meglova, ránézett a pózlova, elment vele moziba, 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 pózlova. Volt egyszer egy kócbaba, kender kóc volt a haja, csutka volt a dereka, ilyen volt a kócbaba, 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 kócbaba.